pályaorientációs nap, emléktáblát avattak, könyvbemutatóval folytatódott az emléknap, nyelvvizsga. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 2-án 18 óra 5 perckor. A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában pályaorientációs napot tartottak. A részletekről Kolostyákné Plejsovszky Zsuzsanna igazgató helyettest kérdeztük. A rendezvényt mindenében kötelező megtartani, tanítás nélküli munkanap van ilyenkor. Tavaly a járvány miatt nem volt erre lehetőség. Nagyon fontos a gyerekek számára, hogy már időben tudják azt, hogy a középiskola elvégzése után milyen lehetőségeik vannak, milyen irányba indulhatnak, akár a felsőoktatási intézményeket tekintve, akár ha azt nézzük, hogy ha a munkavilágába szeretnének elhelyezkedni, akkor hol várják őket nagy szeretettel. Az iskolában sokfajta képzés van, ennek megfelelően jöttek az előadók is. A Közszolgálati Egyetemnek a három karáról érkeznek előadók, a rendészettudományi karról, a víztudományi karról, illetve a honvédtudományi karról. Ugye gépészképzést is folytatunk, ennek értelmében a Magyar Agrár és Élettudományi Kar Egyetem gépészmérnöki karáról is hívtunk meg előadót. A Nyíregyházi Egyetemről is jöttek annak érdekében, hogy bemutassák az ott folyó képzéseket. A Debreceni Egyetem mezőgazdaságtudományi karáról is érkezett előadó, és hogy a munkavilágába is betekinthessenek a tanulók, a karcagi rendőrkapitányságról is jönnek majd állományban lévő rendőrök, és a gépészeknek a Kitétől jöttek, a Kitezi RT-től jöttek előadók, és ugye nem olyan egyszerű eligazodni itt a tovább tanulás irányába, és ennek az érdekében, hogy a tanulóink könnyebben vegyék az akadályokat, a megyei pedagógiai szakszolgálattól is érkeztek előadók. A tovább tanuláshoz való elindulásban kaptak segítséget a diákok a megyei pedagógiai szakszolgálat előadóitól, hogy február 15-ig a végzősök könnyebben tudjanak arról dönteni, hogy merre folytassák az utat ősztől. A karcagi születésű Kovács Mihály huszárezredesre emlékeztek a róla elnevezett általános iskolában. Köszöntőjében elnökük Denis van Buren elismeréssel szólt a karcagi hőskatonákról, akinek emlék előtt megalakulások utáni 130 évvel később tisztelekhetnek a DAR tagjai, 5000 mérföldet utazva Karcagig. Látva, hogy mennyire ápolja a város az amerikai hős emlékét, örömmel töltötte el a vendégeket. Ours is the largest patriotic women's organization in the United States. We have 190,000 taggal Amerikában mindenfelé, de nemzetközi szinten is 3000 tagozatunk van, 50,000 óra közösségi szolgálatot biztosítjuk. Mi az amerikai függetlenségi háborúban résztvevő férfiak és nők közvetlen leszármazottainak a lányai vagyunk, közvetlen leszármazottai vagyunk. A mi küldetésünk az a hazafiasságnak a támogatása, megőrizzük a függetlenségi háborúban harcolókat, így közöttük a magyar hőst is, Kovács Mihályt, és ezért ez egy óriási megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehettünk ma, és láthattuk ezt a sok diákot is, illetve hallhattuk a helyi önkormányzat, a helyi vezetőket is, és látjuk azt, hogy még 250 évvel a halála után is milyen tisztelt övezi őt itt nálunk, és ez egy óriási örömmel tölt el bennünket. Trip has been in the planning for more than a year. Több mint egy éve tervezzük ezt az utat, nem tarthatott fel bennünket a Covid-járvány, nem tarthatott fel bennünket ez az óriási távolság, az 5000 mérföld, és hát azt sajnálom csak, hogy tényleg 130, több mint 130 évnek kellett eltenni a társaságunk megalapítása óta, hogy most itt lehessünk. Amerikában nagyon tisztában vannak azzal, hogy ki is Kovács Mihály, hogy ő az amerikai lovasságnak az alapítója, és ezt a benne van az iskola könyvekben is, és hát tényleg csak azt sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott, hogy ide jöhessünk, és kifejezhessük a hálánkat az ittenieknek és a karcagiaknak. To say thank you to the Hungarian people and to his hometown in particular.
Fabricki Kovács Mihály huszár ezredes Karcagon született 1724-ben, és Charlestonban esett el 1779. május 11-én. Az amerikai függetlenségi háborúban a lengyel Kazimierz Pulaszkival együtt az amerikai lovasság atyának nevezték. Charleston ostrománál súlyosan megsérült, miközben lengyel társával támadást indított a brit egységek ellen. Pár percen belül belehalt a sérüléseibe. Egy ugyanilyen emléktáblát el fogunk helyezni Charlestonban, Dél-Karolinában, azon a helyen, ahol meghalt Kovács Mihály, és ez az első alkalom a társaságunk történetében, hogy két ilyen emléktábla is egy hős tiszteletére felkerül, az egyik a születési helyen, a másik pedig, ahol meghalt, ez az első alkalom, és ez is mutatja, hogy mennyire különleges helyet foglal el a szívünkben. Amerikában nagy tisztelet övezi a hős emlékét, a DAR elnöke örömét fejezte ki Karcag és az iskola vezetőinek, hogy a szülővárosában is méltóképpen emlékeznek rá. Mostantól pedig az általuk felállított tábla is őrzi az emlékét. Kovács Mihály Karcag szülötte, aki a hazaszeretetet, a szülőföld tiszteletét, a szabadság utáni érzést és vágyat, az azért való küzdést, küzdeni akarást gyermekkorától megtapasztalta. Személye az önmegvalósítás, az önerejéből felfelé ívelő életpálya mintapéldája. A kétség kívül tehetséges, minden valószínűség szerint kiemelkedően művelt, ugyanakkor parázslóan kalandvágyó Kovács élete során kisebb megszakításokkal közel 40 évet szolgált huszárként, ebből 30 évet töltött idegen katonai szolgálatban. A közhuszárból Európa haderőiben főstrázsamesteri rangig jutó, később ezredes parancsnokká előlépő katona élete során minden szolgálata közben hű maradt magyarságához, a szülőföld szabadságának kibírásához. Benjamin Franklinhoz írt levelében így ír erről. Szabad ember vagyok és magyar. Nem annyira a szerencse és a véletlen kegyelme, mint inkább a legszorgalmasabb önfegyelem az erényem. A veszélyek és a sok hadjárat vérontása megtanított arra, hogyan kell katonát formálni, és ha elkészült, hogyan kell felfegyverezni, és engedni, hogy a legkedvesebb vidéket a legjobb képességeivel megvédje a háború bármely körülménye és fejleménye között. Hangzott el Szepesi Tibor polgármester beszédében, aki felidézte a hős életének főállomásait. Karcagon a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület, a Huszárbandírium, egy emlékpark és egy általános iskola viseli a nevét. Fabrici Kovács Mihály szabadságért vállalt hősiessége, elhivatottsága ma is példaként állhat előttünk. Az iskola falán elhelyezett emléktáblát Szepesi Tibor és Denis van Buren leplezte le. A koszorúzás után az érdeklődők a Városházán megismerkedhettek dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár, történész Kovács Mihályról szóló könyvével. A koszorúzás után az érdeklődők a Városházán megismerkedhettek dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár, történész Kovács Mihályról szóló könyvével. Mindenképpen meghatározó személyiségében az, hogy egyébként köznemesi, tehát nemesi eredettel bírt. Néhány évtizeddel korábban népesedett újra a város a törökkori, tehát az ottománkori dúlás után. És az akkor városba települt különböző családok közül néhány család nemesi címmel bírt. E módosabb családok nem csak arra törekedtek, hogy a fiatal családtagokat okítsák és magas szinten képezzék, de nyilvánvalóan egy komolyabb karrier, egy komolyabb felemelkedés ígéretét is hordozták magukban. Kovács Mihály esetében is elmondható, hogy rendkívül zaklatott volt fiatalkora. 1724-től születésétől 15 éven át élt Karcagon. Első 15 évében a helyi református gimnáziumban nagyon komoly műveltséget szerzett, egyébként nagyon fogékony lehetett a tudományokra. De sajnos 1739-ben egy a Közép-Magyarországon dúló pestis járvány teljes családját kiirtotta itt Karcagon. A halálozási anyakönyvekből tudjuk, hogy apja, édesanyja és testvérei és más rokonai is meghaltak a járványban.
Nem csoda hát, hogy ez a 15 éves művelt nemesi fiú 1740-ben úgy döntött, hogy 1740. januárjában csatlakozik az osztrák császári hadsereg egy magyar lovassági alakulatához, a Hávor János vezette huszárezredhez. Mai szokásainkkal ellentétben a korszakban még nem volt hadrendi száma, tehát ilyen sorszáma az ezredeknek, hanem az ezred tulajdonosról nevezték el a katonai alakulatokat. És itt indított a karrierjét közhuszárként. Kovács Mihály élete alakulása szempontjából fontos az, hogy éppen karrierje kezdetén kezdődött el a korabeli Európa egyik legkeményebb háborúja, az osztrák örökösödési háború, amelyben Mária Terézia, osztrák birodalma, élethalál harcot vívott II. Nagy Frigyes porosz király katonaállamával, Poroszországgal. Kovács Mihály maga is 1740-es kiképzése után óriási európai ütközetekben vehetett részt. A napot zenés műsor zárta, amelyben a KIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei, valamint Plósz Csilla intézményvezető és a polgármesteri hivatali kórus vett részt. A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában Nagyné Sebők Erika nyelvtanárral beszélgettünk arról, hogy érettségi előtt sokan tesznek-e nyelvvizsgát. A téli vizsgaidőszaknak most lett vége, de áprilisban szervezik a következő nyelvvizsgát, amire március elejéig lehet jelentkezni. Erre várják a saját diákjaikat és a külsősöket is. A téli vizsgaidőszakunknak most lett még vége, de tavasszal áprilisban szervezzük a következő nyelvvizsgát, amire már most lehet jelentkezni, de március elejéig van a jelentkezési határidő, és szeretettel várjuk a saját diákjainkat és külsősöket is természetesen. A januári vizsgáról még nincs eredmény. Az októberiről már van, ott minden Szent Anna is diák sikeres vizsgát tett, átvehette a bizonyítványát. Megszokott szintet hozta ez a vizsga is, bízom benne, hogy sikeres. A januáriról ugye még nincsen eredményünk, az októberiről már van. Szerencsére ott minden saját diákunk sikeres vizsgát tett, átvehette a bizonyítványát, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. A nyelvvizsga utáni 28 pont a továbbtanulásnál továbbra is jár, illetve a nincs továbbra is nyelvvizsga, amnesztia. Akkor a diploma megszerzése kapcsán is fontos, hogy meglegyen a diáknak a nyelvvizsgája. A Szent Annaiban csak angol nyelvből lehet középfokú nyelvvizsgát tenni. A Debreceni Egyetem vizsgaközpontjának vizsgahelye az iskola. A mi intézményünkben csak középfokú nyelvvizsgát lehet tenni, ezt is szeretik egyébként. Néhány tanulónk van, aki készül felsőfokú nyelvvizsgára is, de akkor ők elutaznak Debrecenbe, és ott teszik ezt le. A helyben lévő nyelvvizsgát az iskola diákjai nagyon szeretik, mert ismerős környezetben vizsgázhatnak, de nyilván püspökladányi kisújszállási lakosok is gyakran jönnek ide vizsgázni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!